ott állok egy 70 évvel ezelőtt a második világháború során épített épületnél, aminek a homlokzatára Anno Dom 1943 van írva. Az épület teljesen egyedi kialakítású, és sajnos elhagyatott, nagyon rossz állapotban van. Mellette pedig méhészet folyik, így arra felé, ha nem bánjátok, akkor nem megyek el. De mindenképpen megyek az épületbe, és megnézzük, milyen állapotban van a belseje. Egész épp a ház belseje, szóval nincs olyan rossz állapotban, mint amilyenre gondoltam. Mindenhol madarak fészkelnek. Tényleg minden szobába. Ott is van fenn egy. Ez fecske lehet szerintem. Meg ugye a hajléktalanok is néha ide járnak. Villany már persze ugye nincsen. Nyitva. Aha. Fürdő, szoba. Sokan kérdezték kommentben, hogy nem szoktam találkozni hajléktalanokkal, de szoktam, méghozzá nem is kevésszer találkoztam velük. Ugyanis az ilyen szabad épületekben, aminek még úgy jobb állapota van, befészkelik magukat. És itt is látszik, hogy itt laknak. Szerencsére most nincsenek itt. Ez egy gyönyörű épület, és szerintem most is elég jó állapotban van. De ugye, mivel itt van a semmi közepén, nem igazán lehet hasznosítani. Ajha. Ó, szegény madár. Beszorult az ajtó. Annak már annyi. Ó, jaj, szegény. Beszorult a feje. Hát így néz ki belül az épület, szerintem jó állapot van ahhoz képest, hogy el van hagyatva. Bátor kis madár. Mit szól, ha oda dugom hozzá a kamerát? Szia! Nem fél, itt van kb. 20 centivel a kamerától. Szia! Erre van a tetőtér. Felnézzünk, felnézzünk.
régi ilyen mosó kád. Ez milyen üveg lehet? Szénsavas üdítőtál extra. Hát ez sem mai. Ivott valaki egyáltalán ilyet? Extra. Itt is van egy csomó üveg. Még egy extra. Igen. Italos üvegek. Régi lábas. Ott egy pók. Na. Üdítő CO2. Hogyha ez valaki tudja mikor így, akkor azt írja meg, mert én nagyon kíváncsi vagyok. Így néz ki, ilyen jó fogása van. Na szóval, amiket találtam és érdekes, az az üdítős üveg. CO2 üdítő. Szlovák sör különlegesség 1982-83, ára 8 forint. Ez az extra. Meg még egy ilyen extra. Ilyen villacse minden nap talál az ember. Ez egy második világháborús német villa.